élettel, rengeteg évfordulóval küszködünk, nem is próbálom ezeket összekötni. 100 éves Joli néni, 100 éves a kabaré, 70 éves Jack Nicholson, 50 éves a Trabant, erről még lesz szó, 50 éves a Kiss, 30 éves a Csillagok háborúja, és 1 éves az Öszödi beszéd. Én azt hiszem, hogy egy pár év múlva már ezt úgy fogják említeni, mint a legőszintébb beszédét a 21. századnak, mint Kossuth-Ceglédi beszédét, ugye? És gondolom, hogy az évforduló alkalmával ugye különböző ünnepségek fogják kezdetüket venni. Teszem az böszme találkozó, más szóval öszödiális, esetleg Gyurcsány Ferenc szépkiejtési verseny. Általános iskolások mérhetik össze majd tudásukat az Öszödi beszéd mondásában, vagy a halotti beszédtől az Öszödi beszédig, vitaműsor Kosári Domokos és Fekete Pákó közreműködésével, ingyenes poligráfmérés a Városligeti MSZP sátorban, a beszéd újra megjelenik remix formájában, DVD-n összevágva Kádár János utolsó beszédével, illetve szinkronúszó jeltolmács csoporttal.